Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit Csíkszeredán. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy közöttetek lehetünk. És ahogy szoktuk, kezdjük a mai dharma beszédet is az Om Nam mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában. Recitáljuk el ezt közösen 7-szer. Köszönjük szépen! Néha megkérdeznek, hogy miért mantrázunk. És én néha azt mondom, hogy jól esik. De annyi mindent nem csinálunk, ami jól esik, hogy ha jól esik a mantra, akkor miért esik jól. És kiderül, hogy minden vallás énekel. Nem mindegyik vallás fest. Van olyan vallás, ahol ez meg van tiltva, hogy képet fessél az Istenről. Van olyan vallás, ahol nagyon sok képet festenek az Istenről, vagy istenekről. Van, ahol szobrokat is lehet faragni, más vallásokban nem lehet szobrokat faragni, mert az meg van tiltva. Hát van, amikor fölülről olyan ellentmondó dolgok jönnek, hogy győzzön az ember kiigazodni köztük. De minden vallás énekel. Nézzük meg azt, hogy ezen a gyönyörű helyen, ahol ilyen hagyományőrzés van, hogy hangszerek vannak a falon, a kobzától a gardonig, és két legnagyobb prímásunk, ugye Halmágyi és Zerkula ott vannak, és teljes tisztelettel figyeljük azt a munkát, azt az életet, azt az elképesztő erőfeszítést, amit véghez vittek azért, hogy valami érték fönnmaradjon. Mi van a zenében és az énekben, ami annyira a lelkünkbe hatol? Legyen az ének akár vallásos, a legkifinomultabb, eszközmentesebb gregorián szerzetesi énekig, vagy pedig a kőkemény népdalig, ugye, furuglával, gardonnal, és a többi. Két dolog mindig van benne. Dallam és ritmus. A ritmus azért érdekes, mert a szövegnek is, ha van hozzá szöveg, annak is van ritmusa, és a dallamnak is van ritmusa. Hogyha ehhez a szöveghez én ritmus szeretnék adni, akkor ösztönösen ezt tartanánk jónak, hogy beszélek, minden szótag kap egy ütést, nem más kép. Ugye? Minden szótag elején van egy ütés. Hogyha ezt így csinálnám és közben beszélnék, akkor azt hisszük, hogy a ritmus nem kapcsolódik a szöveghez. Miért? Mert az ütések és a szótag eleje nem találkoztak. Ezt hívjuk ütemnek. Az ütem egy hullámhossznak a kezdete, és egy másiknak a vége. Az ütem egy rövid periódus. És ez az ütem, főleg, hogy az ütéseket halljuk, akár dobbal, akár gardonnal, akár moktakkal, ezt úgy hívjuk, hogy moktak, ez elvágta a gondolkodásodat, mert megint csak az ütem végére és elejére, a kezdetre és a befejezésre kell figyelni. Amikor még mozoghatsz is hozzá, mert táncolsz, akkor aztán tényleg elfelejtesz mindent, mert csak a zene,
a népdal és a tánc van. Tehát teszed, énekled és gondolod. A szakrális éneklésben nagyon érdekes az, hogy a jelentést, a szent szövegek jelentését, hogyha dallammal párosítom, akkor könnyebben bemegy. Nincs akkora ellenállás. Miséken hallod azt, hogy zenésítik a dikciót. És a te lelkeddel. Úgyhogy más, mint hogyha csak azt mondja, és a te lelkeddel. Tehát valami történik, és ez úgy nevezzük, hogy a vibráció segíti a jelentést. A dallam segíti a szöveget bejutni a szívedbe, hozzád. És ezért minden vallás énekel. Énekléssel, a dallammal igyekszik a lelked mélyére juttatni azt az üzenetet, amit az Isten, vagy Istenek, a szentek, a proféták adnának nekünk. Ha meghalljuk. Igen, ám csak nagyon kevés vallás tud csendben maradni. Mindegyik énekel, néha még hangszeresen is, mindegyik közöl szavakat, mondatokat, szövegeket, Indiában a védikus himnuszokat tablával kísérik, meg harmóniummal, néha szitárral. Ezeknek a zenei változata a rágák. Van reggeli rága, esti rága. Ezek hosszúak, nagyon-nagyon magukkal ragadóak, és mondhatjuk azt, hogy a jó zene szakrális vagy világi egyaránt egy önálló világot teremt, amelyben a lélek vagy otthon van, vagy sem. Miért tetszik egy adott zene nekünk? És miért nem tetszik egy másik? Mert a lelkünk vagy tud vele rezdülni, vagy sem. Vagy szeretnék abba az irányba menni, ahova a zene ösztönösen visz, vagy sem. És itt van az az elképesztő felelősség, hogy mit zenésítünk meg. Mert amit megzenésítünk, az előbb-utóbb valakinek a lelkébe lehatol, és ott gyökeret ver. És ott lesz, mert elhitted. Tehát úgy tűnik, hogy az energia, a rezdülés, a dallam, és az információ, a szöveg, a jelentés együtt rendkívül erősek. És az energia és az információ együtt az a karma. És ezért minden vallás énekel. Viszont a zen az nem csak énekel, hiszen rengeteg szertartásunk van és mantránk van rövidtől közepesig hosszúig, hanem megtanul csendben maradni. Megtanítja azt az utat, ahogy a szó visszaolvad a csendbe. A mantra elhalkul és visszaolvad a térbe. Hogy az a tér, amit megtisztított, az a csend, amit megteremtett, az háborítatlanul itt legyen, és ebben megtaláljuk igazi önvalónkat, tiszta, térszerű, tükörszerű eredeti tudatunkat, amely nem rezdül, nem mozdul, nincs benne szó, beszéd, dallam, ütem, kezdet, vég, semmi ilyesmi nincs benne. De ez az, amiből jön a dallam és a szöveg, amiből megszólal a zene, ami hallja ezt, rezdületlenül, de mégis mindent érzékelve. Minél összeszedettebbek vagyunk, annál jobban jelen vagyunk ebben a pillanatban. Összeszedettségünk mértékében tapasztaljuk ezt a nem mozdulót. És akkor minden rezgést úgy fogunk föl, ahogy van a maga ilyenségében. Az elménk nem tesz hozzá semmit, és nem vesz el belőle semmit. Nagy zeneszerzőink, Bartók, Kodály, és azért Kallós Zoli bácsit ide sorolnám, bár ő nem szerzett zenét, csak leírta és összegyűjtötte. A népdalokból indultak ki, és mire abból egy Kodály kórusmű vagy egy Bartók zenemű lett, addigra az a népdal nagyon megváltozott. És én kerestem az okát, hogy miért van ez. És a művész egy más világba vitte át az eredetit. Bartóknak volt egy ilyen mondás, hogy csak tiszta forrásból. De ezt a tiszta forrást öntjük-e tiszta edénybe? Ez a kérdés. Tiszta marad-e a forrás vize, miután egy edénybe kiöntöttük?
És a válasz az, hogyha a tudatunk tiszta, akkor a művészet, a tematikus származtatott művészet is tiszta, és azt érzem, hogy az eredeti benne van. Az eredeti népdal ott van benne, ott rezdül, ott él. Ha nem, akkor a művész gondolt egyet, és felhasználta a néphagyományt, és a saját képére formálta, a saját gondolkodásmódjára, komponálásmódjára formálta az egészet, és csak Kodály maradt, vagy Bartók maradt, de a néphagyomány eltűnt. Csak a színpad, a szimfónia, a hangszerek, a karmester maradtak. Nézd meg, hogy milyen hitet gyakorolsz, annak milyen vallási vagy spirituális formája van. Megvan a tiszta forrás? Megvan a tiszta edény? Vagy pedig valakik már rég a saját képükre formálták azt a tiszta forrást, amely 2000-2500 éve volt. És én lelkesítek mindenkit, hogy merjen visszatérni a csendhez. Azért, hogy úgy halljuk a hangot, ahogy van. Merjünk visszatérni a forráshoz, hogy tisztán adhassuk tovább azt, amit kaptunk. És hogyha meg tudunk maradni a csend, a mozdulatlanság egyetlen pillanatában, akkor az énségünk fala leomlik, és megszűnnek azok a gyökerek, azok a gyomok, amelyek miatt szenvedünk és szenvedtetünk. Ezért éneklünk. Köszönöm. Ez itt a zengő tér. Bármennyi információt, bármennyi hangot, bármennyi okosságot, bármennyi hagyományt próbálhatnánk beletenni valahova, ha nem lenne tér. A tér, hogy helyet kapjon valami, nagyon-nagyon fontos, és sokszor nem ismerjük fel. És nagyon sokszor túlzsúfoljuk a saját terünket. És akkor csodálkozunk, hogy mondjuk a dolgok nem változnak. Csodálkozunk, hogy mindig abból a limitált mennyiségű információból, emlékből, hozott anyagból ugyanazokat keverjük ki újra, meg újra, meg újra, és nagyon szeretnénk, ha változna valami, de azért nem vagyunk annyira nyitottak, hogy ezeket a régi dolgokat, ezeket piciket átforgassuk, elengedjük, és adjunk helyet valami újnak, mert az, ami új, bár legtöbbször azt mondjuk, hogy hát persze, nyitott vagyok az újra. Azért a váratlanság, az váratlanság. Általában azt szeretjük, hogyha kiszámíthatóbbak a dolgok. De a térben bármi lehetséges. Kivéve, hogyha azt a teret hagyjuk teresnek lenni. És a terességet, azaz ürességet, azaz a teliséget egyszerre tudjuk használni. Itt ebben a térben, itt ebben a zengőtérben, itt a falakon van egy csomó sors. A fényképész elkapott olyan pillanatokat, amik beomlanak hirtelen, ahogy ránézünk. Minden hang, minden kép, minden művészeti villanás akkor éri el a célját, hogyha valamennyire a végtelent mutatja. Hogyha valamennyire egyszer mutatja ezt, a pillanatot, amikor hirtelen ugye leesik az állunk, vagy eláll a lélegzetünk, egy pillanat, amit úgy nevezünk, hogy szépség. És akkor szólít meg annyira, hogy belemenjünk abba a pillanatnyi dimenzióba, megérezzük azt a pillanatnyi hangot, akár hogyha főleg megérezzük azt a plusz kis ízt, ami elvezet a pillanattól a végtelenig és vissza. Akkor, hogyha nem szennyezzük be ezt a teret. Ugye ez az, hogy egy pillanatban, egy hangban mekkora a dimenzió,
ezt a kis versikében is, ami a megvilágosodás természetéről szól, és van egy ilyen sor, hogy a por és a lényeg áthatják egymást. És ez azért tetszik, mert nagyon-nagyon egyszerű, nagyon-nagyon tiszta egyszerre, és a zen legtöbbször ilyen érzetet kelt, hogy egyszerre végtelenül nagyon egyszerű, éppen ezért egy picit úgy, hát tényleg? Ennyi lenne, hogy az ég kék és a fű zöld? És a végtelen eszköztelenségtől pontosan ezért lesz végtelenül misztikus. Mitől lesz valami mély? Mitől lesz valami igazi? Ha elég energiát irányítunk akár egy porszemre is, abban benne van ugyanaz a lényeg, ugyanaz a végtelenség, mint hogy kitekintünk a csillagokra, és akkor nagyban van elénk vetítve ez az egész. No, de mi az, ami ezt az egészet látja? Mi az, ami egyszerre tud egyé válni egy porszemmel, vagy az egész felfoghatatlanságával annak az univerzumnak, aminek már egy fény percét sem igazán tudjuk feldolgozni? Ugye a Földet összegyúrjuk egy fekete lyukká, körülbelül olyan sűrűségűre, mint egy fekete lyuk, akkor lenne belőle, Stephen Hawking szerint, akinek én ezt elhiszem, lenne belőle körülbelül egy teniszlabda az egész Földből. Na most vannak ilyen fekete lyukakból több milliárdszor nagyobbak, mint a Nap. Itt már hiába osztunk, szorzunk, elveszítjük a fonalat. De mégis valahogy ugyanazokból az atomokból, ugyanabból a lényegből vagyunk mi is testileg, gondolatilag, lelkileg összegyúrva, mint az egész univerzum. A kérdés az, hogy mennyire tudunk egy helyben maradni, mennyire tudunk egyé válni. Mennyire vagyunk hajlandóak azokat a falakat, azokat a korlátokat, azokat a merevítő állványokat, amik segítettek minket felnőni, életben maradni, mennyire vagyunk hajlandóak meghaladni. Miután a ház felépült, hajlandóak vagyunk-e elbontani az állványokat és használni az házat úgy, mint ahogy az igaz természete megkívánja. Mennyire tiszteljük ezt a házat, mennyire építgetjük, saját magunkat mennyire fejlesztjük napról napra. Látjuk ezt a végtelenséget, hogy hiába, akárhogyha a kőrakást vagy kőtörést gyakoroljuk nap mint nap, mindig bele lehet egy újabb és egy újabb dimenziót tenni, és itt zárójelben azt jegyezném meg, hogy ilyenkor ugye nem azon múlik a mi hozzáállásunk, hogy mit csinálunk, hanem a hozzáállásunkon múlik az, hogy amit csinálunk, ott milyen minőség jelenik meg. Mert ártam a belső minőség és a külső minőség harmóniára törekszik. Mennyire vagyunk determinisztikusak? Mennyire engedjük azt, hogy mondjuk egy hely, ahol születtünk, ahol felnövünk, úgy határozzon meg minket, hogy az lekössön, lekötözzön. Ugyanakkor mennyire engedjük, mennyire látjuk azt át, hogy nem véletlenül születtünk valahova, és az a hely, ahova születtünk, a kötődése által bizony a legnagyobb, legmélyebb dimenziót tudja nekünk megmutatni. Ugye a kötődés és a kötelék nem mindegy. A kötődés az átlátott, tudatos, együttérző. A kötelék kényszerű, legtöbbször kívülről, és átlátatlan, és másoké az irányítás, és másoké így módon a felelősség is, de a szabadságunk, autonómiánk elmegy. Hol kezdődik a szabadság? Hol kezdődik az autonómia? A zen ezt nem helyezi ki. Nem helyezi ki, hogy ott majd a jóisten valahol fent, vagy kicsit jobbra oldalt, vagy hátul, majd megoldja az én problémáimat. Nem. Nem is tagadja, nem is állítja, csak eszközöket ad a kezünkbe, hogy mi magunk
a sokféleségünkön keresztül, a saját életünkön keresztül tapasztaljuk meg. Tapasztaljuk meg azt, hogy mi az, ami bennünk lát, hal, működik. Mi az, ami bennünk lélegzik, mi az, ami bennünk vágyik valamire. Mi az, ami bennünk kialakít egy önképet. Honnan jön ez? És ezeket az eszközöket által megadja a szabadságot nekünk, és egyszerre megadja a felelősséget is nekünk. Szabadság és felelősség, általában nem azt mondjuk, hogy e kettő kell nekem. Csak a szabadság és a szerelem. És kell. Ez a hozzáállás, hogy kell, ugye, Petőfi Sándornak sem jött annyira be. Amikor valami nagyon kell, akkor van egy olyan intruzív, egy olyan kompetitív és olyan támadó, hódító hozzáállás, amiben legtöbbször beleroskadunk, és legtöbbször beleroskad a környezetünk is. Míg ha ezt egy picit, ugyanezt az energiát egy befogadóbb, elfogadóbb, átfogóbb energiába fektetjük, akkor mondjuk az együttérzés által a kis környezetünk, aztán a nagyobb környezetünk úgy egyre jobban működik, működhet. De először benne el kell végezni a munkát. És ezt itt, mondjuk Csíkszeredában, vagy akár Udvarhelyen, vagy akár Marosvásárhelyen, egy picikét ezt talán jobban értjük, hogy mi ez a határokkal való viszonyunk. Hogy hol van a határ? Ugye határőrzők, valahol a határőrzés az bennünk volt, mindig bennünk van nagyon mélyen, és a határőrzés mellett bennünk van a határoknak az átlépésének is a bőz belső energiája, de egy kicsit az is benne van, hogy a határokon belül ezt inkább nem szeretnénk szembesülni, hogy mi van a határokon belül. És utolsó határon belül, a határunk, hol kezdődik a határ? A bőrünknél, annál, amit hallunk, annál, amit látunk, hol van a határ? És mi történik bennünk ezek között, a határok között? Mit védjünk meg, hol nyissunk átjárókat, hol engedjük át, hol zárjuk le? Ezekben székelyként talán első kézben elmondhatom, hogy nem vagyunk kifejezetten jók. Segítségkérés, segítségadás, megbeszélése a dolgoknak, érzelmi kinyilvánítás, annak elfogadása, és még sorolhatnám, valahogy inkább abba torkolik, hogy már egyszer mondtam, hogy szeretlek, aztán majd szólok, ha lesz változás. És erre valahol egy picit büszkék is vagyunk, de ezt az önképet, ezt már vicces, de a hétköznapokban nem biztos, hogy ennyire viccesen élik meg az emberek. De ha ezeket átlátjuk, ha az ilyesmiket átlátjuk, akár a tradíción, akár a saját cselekvéseinken keresztül, akkor már is van egy esély arra, hogy ezeket arra a helyre tegyük, ahova kell. Azokat a hangokat énekeljük, amelyek tiszták, és amelyek eljutnak a másikig. És azokat a képeket fényképezzük le, amik jelentenek is valamit. És azokat a tetteket hozzuk létre, amik majd a következő generációnak jobbak lesznek, de azért, mert most, ebben a pillanatban egy picit harmonizáltuk, egy picit tisztítottuk, egy picit jobbá tettük a világot, kénytelen vagyok múlt időt használni, de használhatok jelent is. De ebben a pillanatban az összes jelen, múlt és jövő tett és annak gyümölcse megvan. De ezt a magot hogyan lehet arra késztetni, hogy kihajtson? Mi nem virágoztathatunk ki egy magot, de a körülményeket megteremthetjük a magnak, hogy ez szépen, lassan, ahogy a természete engedi, szépen hajtson, kivirágozzon, virágot hozzon, gyümölcsöt hozzon, még több gyümölcsöt hozzon, és egy idő után akkor egyetlen egy gyümölcsfáról akár több száz ember is ehet. Csak ehhez energia kell, odafigyelés,
és idő. Hajlandóak vagyunk-e beletenni, látjuk-e a magban azt a gyümölcsöt, amit majd az unokánk fog megenni? Minden itt kezdődik, és itt is ér véget. Na de most, ami kezdődik, azok a ti kérdéseitek. Hogyha bárkinek van kérdése, akkor itt az idő. Egy barátommal beszélgettünk, János, aki sajnos már nem él. Panaszkodtam neki, hogy nem tudok rendet pakolni magam körül. Erre Jani azt mondja, hogy Zsolt, először belül kell rendet tenni, és majd kívül is rend lesz. Tehát a kérdésem az, hogy hogy tudok belül rendet tenni, ahhoz, hogy kívül is rend legyen. Honnan Köszönöm. Jött a rendetlenség? Mit csináltad rendetlenséget belül? Ezt nem tudom. A gondolkodásod, az érzelmeid, a tetteid és a szavaid összekeveredtek. Amikor összekeversz mindent, akkor semmi nem jó. A 6. pátriárka, Huineng, ezt tanította. Eredetileg semmi sincs. De még ez a mondat sincs. Tehát a lélek terében csak az van, amit te oda teszel. Oda teszed a látást, a hallást, a szaglást, a tapintást, az ízlelést, a gondolkodást, az érzést, a beszédet, a cselekedetet, az emlékezést, a jót, a rosszat, a múltat, a jelent, a jövőt. Ha ez nincs egy bizonyos hierarchiában, akkor nincs rend, akkor minden összekeveredik. Javaslok egy kérdést számodra. Mi a fontos? És ezzel a kérdéssel a lélek elkezd rendet tenni saját magától. Azt az elmét, amelyik a rendetlenséget csinálta, ne használd ehhez. A kérdés általában fölfüggeszti az elme tevékenységét legalábbis egy rövid időre, és kinyitja valamilyen irányban. A fontosság hierarchiát, rendet teremt. És hogyha a mi a fontos megvan, akkor jön a következő, ki a fontos. Ez sokkal nehezebb. Ki fontosabb kinél? És akkor elkezdi a lélek az egyéni, páros, családi és csoportos karmát rendbe rakni, és ez ugyanolyan folyamat, mint amikor a mi a fontossal dolgozol. Ez a tudatosság nem gondolkodik. Ez a tükörben lát. És a látás általi nem ragaszkodás, nem azonosulás, és ezáltal a megszabadulás bekövetkezik. Ha így gyakorolsz, rend lesz úgy, hogy nem csinálta senki. Csak megszűnik a rendetlenség. És a dolgok, a kapcsolatok, az emberek visszatérnek a maguk természetes rendjébe azáltal, hogy nem zavartad ezt meg, hanem felismerted, és egyé váltál vele. Ezért kell a meditáció. Ezért gyakorlunk. Köszönöm. Még annyit, ha szabad, hozzászólom, hogy a rend, amit a barátod mondott, hogy belül kell rendet tenni, és akkor kívül rendez, mikor van rend? Mi az a rend? A rend, mi látja a rendet? A rend maga a látás. Ezért Hencegnek néha a művészek az, hogy zseni átlátja a káoszt, és ezért direkt kaotikusak. De abban a pillanatban, hogy te belül gyakorlatod által annyira letisztítod a látásodat, hogy akár a rendetlenségben is látod a rendet, hisz különben nem tudnál kívül rendet tenni, ha nem látnád a rendetlenség mögött azt a rendet, ami lehetne. És a már a rendet tevés, az már az a lépés, ahol segíteni szeretnél a környezetednek abban, hogy ugyanazt a rendet, amit te belül már megláttál, és elértél, és ezáltal kívül is megláttad, ebben másokat is részesíts. Tehát abban a pillanatban, hogy belül megtörténik a felismerés, és azt követi valamiféle tett is, a rend úgy elkezd megszületni. Sosem lesz rend teljesen, de mindig teljesen rend van. Következő kérdés. Amikor Zsolt feltette a kérdését,
sírhatnákom lett. Mi az oka? Mert megtetszett hatódni. Mert olyan rend lett hirtelen belül, minden érintés nélkül, ahogy annak lennie kell. Ez rendben van, ez nagyon jó pillanat. Meg vagyunk hatva, meg vagyunk tisztulva. A görögök ezt úgy hívták, hogy katarzis. Csak krízis, azaz válság nélkül nincs katarzis. Attól függ, hogy melyikkel kezdjük, ugye? Ez fontos. Általában a krízissel, a szenvedéssel szoktuk kezdeni. És utána jön valami, ami ezt oldja, és utána úgy érezzük, hogy megtisztultunk tőle. És ekkor még a férfi embernek is néha, hogy titkon kicsordulnak a könnyei, mert átéli azt, hogy az ő énsége, az a fal, ami elválasztja a másiktól, meg a világtól, az épp akkor nincs. És ezt nagyon jó átélni. Tessék, következő kérdés. A kérdésekhez való ragaszkodás és a kérdéseknek a válaszaihoz érdemes ragaszkodni? Mutasd nekem ezt az üres, nagy kezedet, amivel nem fogod a mikrofont. Jól van, szerbusz. Tehát abban most nincs semmi. Ugye? Igen. Igen. Most megfogom helyetted ezt a botot. És utána inni szeretnék. Ugyanezzel a kézzel. Meg tudom fogni a poharat? Nem. Ha ragaszkodsz a kérdéshez, akkor nem hallod meg a választ. Nem hallod meg a másik kérdést. Nem hallod meg a másik embert. Ezt hívjuk úgy, hogy a ragaszkodás a formához. Na, volt egy híres film, meg egy regény erről, úgy hívták, hogy ollókezű Edward. Szegénynek ollóban végződött a keze, és ezért nem tudta a finomabb dolgokat megcsinálni, elvégezni, mert csak vágni tudott vele. Ez a szabóknak a rémálma, hogy egyszer felébrednek, és csak olló van a kezük helyben, mert annyit szabtak, vartak. Szóval rájössz, hogy bizony, el tudod ezt engedni, és leteszed, és újra az üres kezed van magad előtt, és ezt annyira megszereted, hogy csak ehhez ragaszkodsz. Tehát az előző volt az a hiba, amikor a formához ragaszkodunk. És amikor meg a vizes poharat szeretnénk megfogni, mert nagyon szomjasak vagyunk, emlékszünk, és nem vagyunk hajlandóak megfogni. Az üres tenyerünk, az milyen jó, az szabad. Azzal nincs probléma, nincs benne semmi. És megfognánk a poharat, mert innánk, mert szomjúhozunk, mert nem akarjuk, nem merjük, már is felejtettük. És akkor itt van a lehetőség előttünk, és nem élünk vele. Itt van a szükség, de nem ragadjuk meg a segítséget. Mikor tragikus és fájó ez az emberi kapcsolatainknál? Tessék ezen elgondolkodni. Következő kérdés. Ha azt tapasztalom magamon, hogy az a bizonyos belső hangom egykor megvolt, és még hallgattam is rá, az most nagyon halk, hogyan tudnám ezt visszaerősíteni, meg elkezdeni újra meghallani? Van párod? Nincs. Miért van szükség erre a belső hangra? Mondjad. Hát, hogy tudjam, hogy merre halad. A szemed nem elég ehhez? Meg az iránytű? Hát, elég. Elég lenne, ha követnéd. Mikor szólal meg a hang? Általában, és nem csak nálad, úgy mindegyikünknél. A léleknek ez a kis figyelmeztető beszólása vagy súgása, mikor van ez? Amikor valami baj van. Akkor épp még nincs baj, de lesz. Tehát akkor kapsz egy figyelmeztetést, hogy drága jó avatárom, azaz én. Most egy nagyobb egészből kapsz egy figyelmeztetést, hogyha ezt tovább csinálod, baj lesz. Ha tovább mondod, baj lesz, és legyél szíves visszatérni a normális útra. Na most nem csak ilyen hangjaink vannak, hanem sokkal szörnyűbbek, meg sokkal jobbak is. De az a baj, ha ezeknek meg kell szólalniuk. Oké? Az azt jelenti, hogy valami a lélek egységével már nincs rendben, és ez a hang ezt
újra szeretné élni, restaurálni azt az egészet, ahonnan kiléptünk. Úgyhogy a hanggal semmi baj, de az a kérdés, hogy ez honnan jön. Milyen tudatból jön? Amilyen minőségű a te tiszta tudatod, olyan minőségű az a hang, amelyik megszólal benned. Az elvetemült gyilkosok is hallanak egy hangot, csak az azt mondja, hogy öld meg. A proféták is hallanak egy hangot, hogy hirdesd dicsőségemet minden népnek. Ez is egy hang. Amilyen a tudatod, olyan a hangja. Tiszta tudat, tiszta hang. Dühös tudat, dühös hang. Kabzsi tudat, kabzsi hang. Ez mind az enyém. Az enyém lesz, a drága szágom. Ugye? Neki, Gollamnak ilyen tudata volt, neki csak a drága szág volt. Semmi más. És mindent ez döntött el. Bennünk hol van a mester, hol van a vezér, hol van az uralkodó? Találd meg belül, mert onnan jön a hangod. Ezért gyakorlunk, ezért ülünk, leborulunk és mantrázunk, hogy a tudatunk rendkívül tiszta legyen, rendkívül magas szintű és világos, hogy amikor figyelmeztetést kapunk, az magas szintű és világos figyelmeztetés legyen. Okay. És hogyha mindent jól csinálsz, akkor elhallgat. Ha állandó duma van, akkor hidd el, hogy valami gáz van. Jó. Oké. Okay. Ha hangokat hallasz belül, azonnal gyanakodj. Gyanakodj, mert te hoztad létre azokat is. Ez a hangok néha azért, hogy akarok egy belső hangot, akkor most tulajdonképpen nem exter, tehát nem kihelyezted a felelősséget, hanem szeretnél egy belső hangot, ami majd úgy elmondja neked, hogy mi van, hogy csak azért, hogy akkor belső hang az, hogy megvan neki a felelőssége, ugye, de neked meg csak követned kell, az úgy kényelmes álláspont, akkor azt mondja, hogy a hang mondta, és akkor lemészárolod a szomszédot, vagy ilyesmi, hogy a hang mondta, tehát akkor csinálni kell. Ne hozz létre ilyen kettősséget, hogy hang meg nem hang. Találd meg azt, mint ahogy Csongász Turim is mondta, ahonnan a hang jön. És ezt a gyakorlás által, ez igen szerves része a praxisnak, hogy ezt az intuíciót, hogy nem nevezünk hangnak, néha hangnak nevezzük az érzékelést, néha látásnak nevezzük az érzékelést, néha, és azért nevezzük állandóan valamiféle, hogy tapintatos, vagy jól látó, vagy ilyen. Azért nevezzük mindenféle érzékszerven keresztül el, mert ugye valamilyen szinten el kell mondani azt, ami nem elmondható, de az is érzékelés. És ez az érzékelés, amit akár hangnak is nevezhetünk, akár látásnak is nevezhetünk, ez a belső út által finomítható. Ezért jó, hogyha egy praxist mellé teszel, és akkor már nem akarsz hangokat hallani, hanem csak gyakorolsz, felkelsz, és végzed a dolgod. Köszönöm szépen. A magam körül az ismétlődő tökéletlenségek, a legközelebbieken, amit látok, tűbe gurítanak egy idő után. Egyszerűen elönt a tű. Nem tudok együttérző lenni egy idő után. Feleség, kollégák, mindegy. Ettől én szenvedek, és ők is. Hogy megy át az együttérzés dűbe? Figyeled a folyamatot? Azt mondod, ez nem egyszer fordul elő. Gyorsan. Jó, azt tudjuk, hogy gyorsan. Tele vagy tűzzel, hát elképesztő a típusod. Hogyha a régi görögök azt a maratonistát így ábrázolni akarják, aki egyben 42 kilométert az úgy te lennél. Tehát a kérdésem az, hogy megfigyelted azt a gyors folyamatot, hogy az együttérzésből, normalitásból hogyan megy át dübe az egész? Lehet, hogy nem eléggé, mert még mindig nem jó, nem kielég. Figyeld meg, nem árulom el a titkot. Kérdezem, hogy mi a szakmád? Földművelésre dolgozok, zöldség, gyümölcs, termesztés. Hú, az nagyon jó. Erjesztés megvan? Igen. Szoktál erjeszteni, ugye? Nem nagyon. Nem nagyon. De amit erjesztesz, mi az? Igen. Mit szoktál erjeszteni? Tejet, mondjuk. Tejet? Uh-huh. Uborkát nem? Nem. Pedig kéne. Barna édesapjának van egy nagyon jó receptje, ami nem robban. Tehát
úgy erjed az uborka, hogy a végén nem robban. A karma más. A karma úgy tud erjedni, hogy egy idő után robban. Ez a tehetetlenség gáza. Tehát akarsz valamit egy másik embertől, mondjuk itt érzelmileg, társkapcsolat, család, egyebek. És nem jön be. És úgy érzed, hogy hát ők annyira nem látnak jól engem, annyira nem ismernek engem, az én lelkemet úgy senki nem látja, és ez nagyon szomorú, mert az intim kapcsolatnak a lényege, hogy lássuk egymás lelket, és bánjunk jól vele. Ne bánjunk rosszul más lelkével. Hiszen az intimitás, a közelség, a kötés azt jelenti, hogy egymásra is bíztuk a lelkünket önállóságunk megtartása mellett, de a másikat beengedtük. Teljesen. Ha nem engedem be, akkor nincs közelség. Akkor nincs igazi emberi kapcsolat. Az, hogy a másikat beengedem a lelkembe, ez a legnagyobb kockázatvállalás, mert Úristen, mit csinál vele? Olyan lesz, mint az elefánt a porcelánbódba? És ekkor jön a tehetetlenség. Egy ideig együtt érzel, egy ideig hátha, de mégse, még akkor se, még most se, és akkor a tehetetlenségből dülesz. És ezt kell figyelned, hogy mikor lesz kritikus tömegű gáz abban a befőttes üvegben, vagy korsóban, akkor robban, és előtte a szelepet kiengedni. Ezt hívjuk beszédnek. Tudod, mi volt a legelső székely vicc, amit hallottam? Na. Áron bá átmegy Mózsi bához. Azt mondja, Mózsi, rég láttalak, beszélgessünk. Jól van, Áron, ülj le. Megisszák azt az egy poharat, leteszik. Eltelik így fél óra, aztán azt mondja Mózsi, na Áron, jót beszélgettünk, megyek haza. Tehát ezért kell, ahogy azt Barna bevezetőjében is hallottátok, ezt a karaktert annyiban megváltoztatni, hogy tényleg beszélni ezüst és hallgatni arany, de néha az ezüstre nagyobb szükség van. És megnézni, hogy mit teszek akkor, ha kinyitom a számat és kimondom, és mit teszek akkor, ha csukva tartom a számat és nem merem, nem akarom kimondani. És ilyenkor a feszültség oldására, vagy egymás megértésére jobb, hogyha beszéltek. És kiderül, hogy két teljesen különböző nézőpont érvényesül, a tied meg a másiké. Holott ugyanarról a dologról, vagy érzelemről, vagy cselekedetről van szó. És akkor megnyugszol abban, hogy ahogy te látod, te érzed, az csak a tiéd. Ahogy a másik látja, a másik érzi, az az övé. És a kölcsönös együttérzés terében tud ezt találkozni. Kölcsönös együttérzés terében. Hogy elfogadjuk, hogy a másik másképp látja, és nem vitatkozunk vele. Majd az okozatiság megmutatja, hogy ki látta helyesen. Ugye? Úgy. Ugye? Köszönöm. Adjolj. Aztán akkor sem gurulunk dűbe. Ez a másik. Egyéb kérdés? Mit tehetünk a jövőtől való félelem ellen? Ne ijeszd meg! Bíztatom. De így? Ha félsz a jövőtől, azt a félelmet mi hozza létre? Hát a jelen pillanatban az, hogy 6 héten belül meghalt mindkét nagymamám és keresztanyám, és egyre kevésbé érzem biztonságban magam. Van szembószál, és te, neked az a dolgod, hogy jelen pillanatban tégy meg mindent ahhoz, hogy ez az élet, ez élet legyen. Tehát ne add oda nekik. Minden tisztelet mellett a halottakat mi el szoktuk búcsúztatni. Van egy szertartás, ahol azt mondjuk, hogy jöjjenek, hallják a tanítást, hogyha szükség van rá, és minden érző lény, és minden lény, akinek szüksége van, hallja a tanítást, menjen békével tovább, és ez azért is van, hogy ők is távozzanak békével, és azért is van,
hogy az itt maradók at is hagyják békével. Nem békén, azt mondom, békével. Tehát jelen pillanatban, amit létrehozol, és ezek a tapasztalataid alapján, létrehozol valamiféle okozatiságot, ami nem feltétlenül érvényes. Tehát egy képzeletedben megírsz egy olyan forgatókönyvet, amit minél inkább megírsz, annál inkább alá dolgozol. Tehát amit nagyon nem szeretnénk, tényleg nagyon nem szeretnénk, abból úgy fektetjük az energiát anélkül, hogy észrevennénk. Ugye van Sütő Andrásnak a Gyermekkorom tükörcserepeiben az a kis novella, amikor a nagyapára rábízzák a kisgyerekeket, és a nagyapa egyből elkezdi, hogy biztos azt a kis zsírt akarjátok a kamrából felfalni, pedig az félre van téve, de nem fogjátok, mert figyelek rátok. A gyerekeknek eszébe se jutott. És az a vége a novellának, hogy hát valamikor éjjelig a nagyapa minden, megint láttam, a kamra felé mentél, megint a zsírt, és éjjel a nagyapa mártogatja kenyér a zsírt. Hát én megpróbáltam. Szóval ha nem hozol létre ebben a pillanatban olyan dolgokat, amik ebben a pillanatban itt nincsenek itt, akkor az a félelem az tulajdonképpen egy valótlan dologtól való félelem. Ismert fel azt, ami itt és most van, és azzal törődj. És most ismert fel az, hogy mi a dolgod, most lásd meg a helyes szituációt, most teremts helyes kapcsolatot, és akkor kelj át a hídon, amikor odaértél. Addig ne. Köszönöm szépen. A férfiak életben maradtak? A családba? Igen, hát azt mondtad, hogy két nagynénéd és még egy nőszemély halt meg, így van? Igen, igen. Akkor minden együttérzésem mellett azt kell mondani, hogy a férfiak is meg fognak halni. Tehát most, amikor azt mondod, hogy félsz a jövőtől, valójában nem a jövőtől félsz, a haláltól félsz. És most ebben a gyönyörű, lelkesedő, kinyíló fiatal állapotodban jó, ha tudod, ahogy mindenki ebben a teremben, mindenki meg fog halni. Mert amikor megszülettünk, már jegyet váltottunk a révésznél. Már készíthetjük az obulust. És ez bennünk az egyik legnagyobb ellentmondás, hogy van bennünk valami, ami ez ellen tiltakozik. Hogy van bennünk az öröklétnek egy olyan csírája, magva, vágya, ami azt mondja, hogy van bennem valami, ami nem születik és nem hal meg. Amíg ez nem tudatos és nem tapasztaltad, addig félsz a haláltól. Másokétól is. A jövővel nincs semmi gond. A múlttal sincs. A jelennel sincs. Ez mind ebben a pillanatban van. Az élettel és a halállal akkor van gond, ha nem látod ezek természetét. Nem látod azt, hogy mindenki és minden, ami megszületett, egy ideig fönnmarad, és utána elmegy ebből a világból, eltávozik. Mi mindannyian ilyenek vagyunk, mint emberek. De Sung San Zen mester egyik költeményét idézve, sőt elmondom az egészet, miért ne? Egyik legfontosabb tanító költeményünk, a címe az, hogy az ember útja. Üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. Ilyen az ember. Amikor megszülettél, honnan jöttél? Amikor meghalsz, hová mész? Az élet olyan, mint az égen összeálló felhő. A halál olyan, mint az égen szétoszló felhő. Az égen szálló felhő eredetileg nem létezik. Élet és halál, jövés és menés éppen ilyenek. De van valami, ami mindig tiszta marad. Ez egyszerű és tiszta. Mentes élettől és haláltól. Mégis mi ez az egyszerű és tiszta? Na ezt a tudatot tartsd meg, ami ebben a csendben, ebben a pillanatban volt. Egyenketten várták, hogy hát ha üt a bottal, de nem. Ez legyen meg botütés nélkül. Mindenkinek. Köszönöm szépen. Szívesen.
valaki azt a belső halhatatlan, mondjuk úgy idézelben valamit megtapasztalja, akkor nem fél a haláltól. A kérdésem a következő lenne. Szuninapát ki meri jelenteni büntető felelősségének tudatában, hogy ő megtapasztalta ezt a belső úgynevezett örök valamit, és nem fél a haláltól? Milyen színű a világ mögöttem? Nem tudom. Nem tudod? Ezt nem tudni kell, ezt látni kell. Nem látom pontosan. Dehogy nem. Gyere közelebb, nézd meg. Hát most a zöld szín a fehérrel, de... A virág, nem a háttér. Fehér és zöld. Az orchidea fehér, a cserepes másik virág zöld. Ez a helyes válasz. Az élet, a halál, az pedig halál. Tehát a kérdésem a szuninapát, hogy nem, megtapasztom? Nem. Már hallod a választ, de még mindig nem tudod megérteni. Nem kell elismételned a kérdésedet, elsőre is értettem. Az a tapasztalat, ami a tiéd, ami olyan tiszta tud lenni, mint a fehér orchidea és a zöld cserepes növény mögötte, az fog segíteni rajtad. Egy nagyon magas labdát lőttél föl. Ezt egy guru, egy nagyon nagy mester olyan mélyen lecsapja a térfeledre, hogy azon nyomban manipulál. Hogy ő igen, és hogy így, és bizonyít, és ez, és okfejtés, és logika. Én azt mondom, hogy erre a kérdésre a saját tapasztalatot fog egyedül választ adni. Mássé nem segít. Erről a helyről sok mindent lehet mondani. De mi olyat mondunk, ami segít rajtad, nem pedig valamit, ami elvakít. Nem vagyok hajlandó elvenni a látásodat azért, hogy az én szememmel láss. Nem veszem el a tapasztalatodat azért, hogy az enyémet használd. Az enyém az az enyém. Ez megvan. Viszem. Te vidd a sajátodat. És ha gyakorolsz, akkor lesz meg az a válasz, amit keresel. Nem tőlem, nem Barnától, nem Bodhidharmától és nem Buddhától. Tudd meg, hogy volt 16 olyan kérdés, amelyre a Buddha csenddel válaszolt. A nyugat erre azt mondta, hogy a Buddha nem válaszolt ezekre a kérdésekre, és így ez úgy híresült el, hogy a 16 megválaszolatlan kérdés. Nem, a Buddha csenddel válaszolt. Miért? Mert hogyha föltette a kérdést a kérdező, akkor még nem értené a választ. Hogyha pedig már értené a választ, akkor nem tenné föl a kérdést. Ezért semmilyen külső tanítás neked most nem segít. A saját tapasztalatod fog. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mi a mi küldetésünk ezen a földön? Miért is születtünk? És a másik, hogyan erősíthetjük meg az önbizalmunkat? Te miért születtél? Hát éppen ez a kérdés, hogy... Hát, hogy mi mindannyian miért születtünk, kicsit hajaznék most arra, hogy hát ezt mindenki saját magának tudja meg maga. Ugyanakkor nagyon különbözőek is vagyunk, de van valami, ami nagyon-nagyon összeköt bennünket. Például az, hogy megszületünk, élünk egy darabig, aztán meghalunk. És ebben milyen alapvető kérdések jelennek meg? Mi az az alapvető kérdés, amivel legtöbbször nem tudunk szembenézni, és nagyon kapcsolódik ez a kérdés az előző kérdésedhez. Ugye, hogy mit tegyek, hogy ne féljek a jövőtől. De akkor most meg azt kérdezed, hogy akkor mit tegyek majd a jövőért? Alapvetően minden emberben benne van ez a kérdés, ez a félelem, bármennyire is takargatjuk, annál jobb motiváció, hogy éljünk, mint hogy tudjuk, hogy ennek egyszer vége lesz, nincs. Mert tudjuk, hogy az egész véges. Tudjuk, hogy tökéletlen, és tudjuk, hogy függő.
És az, hogy ebbe mi beleszülettünk, és az, hogy ebben a nagyban, aminek egyszerre vagyunk részei, és autonóm részei, és az egésznek is a része, ezek olyan feszültségeket hoznak létre bennünk, olyan dualitásokat, amikkel nap mint nap szembe kell nézzünk. Ami nem jó, nem rossz, de működni kell. Tehát miután megvan a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, nem ragaszkodhatunk az ürességhez, mert akkor éhen halunk, mint ahogy az előbb ez elhangzott. Ugyanakkor az alapvető kérdés az, a legnagyobb kérdés, az a koreaiul a huadu-nak nevezik, hogy mi ez? Mi ez, ami lát, szagol, hal, tapint bennem? Mi ez, ami születik? Mi ez, ami meghal? Ugye ébren, álomban, ülve, állva, fekve, testben és testen kívül, folyamatosan, megállás nélkül, mi ez? Az eredeti kérdés az is, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Két gondolat között ki vagy? És hogyha ezek az alapvető dolgok, ezek mindenkibe bele vannak kódolva, és ezért minden vallás irányzat, de nem csak vallás is irányzat, hanem minden alapvetően erre irányul, hogy ebből valahogy ezt átlássuk, és ezt kezelni tudjuk. És erre mondjuk a négy nagy fogadalomnak az egyike, hogy az érző lények számtalanok, fogadjuk, hogy mindnek segítségére leszünk. Sun Tzu zen mester azt mondta, hogy ez a nagy kérdés, hogyha benned van, hogy segíteni, elérni a felébredést és segíteni minden lénynek, innentől fogva a kisebb feladatok, hogy éppen miből élsz, miből keresed meg a mindennapi betevődet, ezek másodlagosak lesznek. Mert alapvetően az irányod helyes. Találd meg azt a belső valamit, ami nem függ élettől és haláltól. Találd meg azt a belső valamit, ami egyszerre nagyon stabil, pontszerű, és egyszerre végtelen és térszerű. Találd meg azt a valamit, amit én hiába mondok neked, mert úgysem tudom elmondani. És ha megkérded, hogy én már megtapasztaltam, akkor sem tudom elmondani. És én sem. Ne hidd el, hogy van, próbáld ki. Csak csináld. Köszönöm szépen. Ha meg szeretném tudni, hogy volt-e olyan nekem, hogy előző életem, vagy nem, ezt hogy tudom én ezt kideríteni? Mit segítene ez rajtad? Akkor is ez lenné, aki vagy. Igen. Láttál már dobos tortát, ugye? Igen. Láttál már csoki tortát, ugye? Igen. A dobos torta réteges. A csoki torta úgy egybe van, meg alul egy kis piskóta. Mindegyik édes. De hogyha a dobostortára vagy kíváncsi, akkor ketté kell vágni, és a rétegeket így megnézni. Azt ugyanúgy meg kell lenni, és meg kell emészteni, mint a csoki tortát, ahol nincsenek rétegek, csak egy hatalmas egy csoki massza valahogy kisütve. Tehát vannak olyan zen tanítványok, akik nem hisznek a reinkarnációban, és megkérdezik, hogy Szuni, így is tudok zen gyakorolni? Mondom, még jobban. Mert a tudattalanodban háborítatlanul ott van minden, és neked nem kell elhinned semmit, amit nem tapasztaltál. És hogyha jön valami, az archetipusaid úgy kopogtatnak a tudatosságod ajtaján, akkor azt hiszed, hogy ez te vagy. És ez rendben van. Úgyhogy nem kell hinni a reinkarnációban ahhoz, hogy ez a pillanat tiszta legyen. Aztán lesz meglepetés. Tehát azok, akik a reinkarnációban hisznek és szétosztják magukat egy rakás korábbi életre, vannak ezek a New Age bajnokok, meg spirituális versenyzők, hogy kinek volt több élete. Ez teljesen felesleges. A Buddha erre azt mondta, hogy ez olyan, mint amikor a dzsungelben teljesen elveszünk a lombkoronák alatt, és nem látjuk az irányt. Ugyanúgy haszontalan töprengeni, hogy ki lehetek majd a következő életeimben. Hát ez, aki most vagy, ha nem változtatsz magadon. Tehát amihez ragaszkodsz, mint énség,
az a korábban beállt hitrendszerednek, érzékeléseidnek és azonosulásaidnak az eredménye. Ami lesz rá később, az a most elvégzett műveleteidnek az eredménye, mivel azonosulsz, mivel nem. Mit oldasz föl magadban, mit nem. És ha tényleg mondjuk van egy következő élet, mondjuk lehet, akkor Pajcsang Zenmesternek az a tanítása, hogy ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Na, ez egy jó kérdés. Én általában azt is felszoktam tenni, hogyha ugyanezzel a tudattal kezdenéd az életedet újra, amit te most vagy, csak injekció egy csecsemőbe, jó lenne? Kezdenéd újra ezzel, és ugyanezeket végigcsinálni, ugyanezt járni? Vagy esetleg változtatnék magamon egy kicsikét, ha már láttam, hogy mennyi hülyeséget csináltam, mennyi lehetőséget hagytam kihasználatlanul, mennyi kapcsolatot romboltam szét, hányszor voltam buta, tehetetlen, csökkentelmélyű, meg ilyenek. Érted? És hogyha ezt nem számolom föl, akkor ebben az életben, a múlt életemben, a jövő életemben, ha csak egy életem volt ezen a földön, akkor is hülye voltam. És akkor is szenvedtem. És akkor is szenvedtettem. Tehát a hülyeségnek itt a szanszkrit, ilyen emelkedett fogalma, az a nem látás, vagy nem tudás, ez az avidjá. Tehát amikor így letakarom a szememet, nem pusztán a fizikait, a tudatét. Úgyhogy nem kell hinni semmiben, amit nem tapasztaltál. Ezt a pillanatot kell tisztán tartani, ezt az életet kell jól csinálni. Miért? Ebben a felállásban így, hogy ez a test, ez a lélek egy van. Ez biztos. És nagyon véges. Tessék mindent elkövetni, hogy minél magasabb tudatszinten, minél kevesebb szenvedéssel és szenvedtetéssel, minél kevésbé önző módon élni. És akkor, ha csak ezeket nézed, és Barna említette a bodhiszattva fogadalmakat, már rengeteget tudunk használni másoknak és magunknak, hogy legyen értelme élni ezen a földön. Ne úgy hagyjuk hátra, hogy az utódaink előtt esdekelni kell a bocsánatukért, hogy ezt a rendetlenséget rendet. Nekik kell rendbe rakni. Van munka. Bőven. Jó? Én egyetemen olyan visszajelzést kaptam most, hogy rossz példákat követek, és lehet sokat segítene az, hogyha új női archetípusokat néznék. És van bennem egy kicsit, hát ez a nem elfogadás. Mit tanulsz? Vagy hogy nem értem, amiért színészet. Ti mind négyen? Nem, ő az apám, ő meg a felesége, ő meg a barátom. Hát akkor így tartoztok össze. Ez egy nagyon érdekes szereposztás itt. És mindannyian egy mezőt képviseltek. Ez a négyes már a legelején egy kicsikét másképp rezdült, és ez rendben van. Itt vannak olyan lelki tapasztalatok, amiket te nem tettél a helyére. Tehát nem világos, hogy ki a színész, hol a színpad, és ki a rendező. Találd meg a belső rendeződet. Nem archetípusokkal, meg ilyen divatos fogalmakkal kell itt dobálózni jobbra-balra. Színésznő vagy. Belül, hol a rendező? A rendező nem színész. A rendező nem lép színpadra. A rendezőnek nincs jelmeze, szerepe, nem mond szöveget, nem sül bele, de mégis ez rendez mindent. Amikor nem játszol szerepet, ki vagy? Hát, tudod? Ez elég komplex. Nem, nem komplex. Ha gondolkodsz róla, azért lesz komplex, mert a gondolkodás nem tud választ adni rá. És akkor bonyolítjuk. Akkor a gondolkodást be akarjuk rakni a valóság helyére. Amikor nem játszol szerepet, ki vagy? Tudod? Lehet, nem. Lehet, hogy nem. Igen, vagy nem? Nem még. Nem, de nem is fogod. Erősítsd meg azt a pillanatot, amikor szerepet játszol, és tudd, hogy ki vagy.
színészeknek megvan ez a mágiája, ami a zenkörön a 270 fok, hogyha jól csinálják, akkor bárki és bármi lehetnek. El tudsz játszani mindent és mindenkit 10 év után, hogyha nagyon benne vagy a szakmában. És amikor nem játszol szerepet, akkor nincs avatárod, és akkor nem tudod, hogy ki vagy. Akkor jelenik meg a rendező. Tehát a rendező nem szerep. Nem azonos semmivel sem, amit az előbb elmondtam. És azért tartsd meg ezt a nem tudomot, hogy végre elérj a rendezőhöz, és urald a szerepeidet. Ez a hétköznapi én, aki ide eljött tele gondolattal és érzelemmel ekkora sávszélességben, ez is egy szerep. Ez nem azt jelenti, hogy te mesterkélt vagy. A természetes énünk is egy szerep, amit apa, anya, a párod, az iskola, a tanárok, és ezek alakítanak, és észre se vesszük. Ezt hívjuk kondicionált énnek, vagy teremtett személyiségnek. És nem veszük észre a szerepeinket, és ha nem, akkor nem jól alakítjuk a kapcsolatainkat. Ha te nem tudod, hogy valakinek a férje vagy, vagy a felesége vagy, akkor nem tudod jól csinálni. De amikor a rendező kell, akkor ne játszunk szerepet. Amikor a csend kell, akkor ne beszéljünk és ne gondolkodjunk. Akkor térjünk vissza ahhoz, ami nem jelenik meg és nem tűnik el, aminek nem kell színpad, szerep, dikció és függöny. Köszönöm szépen. Még egy picit, ha Peter Brooknak biztos találkoztál, van egy empty space, üres tér. Színészeknek írta, mint rendező, és az, hogy hogyan érezd a teret. Sokat dolgozott a térrel. És általában a színészek azok a térrel dolgoznak, a térben. Sokféle színésszel találkoztam, van, aki, amikor kijön a hétköznapokban, fennhagyja a maszkot, aztán, amikor visszamegy a színpadra, akkor nem tud ezzel mit kezdeni. Hát a teret nem hagyja üresen. Van a másik színész, aki hétköznap összefutsz vele, azt gondolod, hogy egy újságárus. Mondtam valamit. De mikor felmegy a színpadra, akkor megvan az irány. És ehhez azt tud segíteni, hogyha azt a teret megtalálod. És a térben ugye a rendezőt. És akkor amikor kell, akkor ez vagy, amikor nem kell, akkor nem. És az archetípus, meg ilyesmi, ezek oké, hogy léteznek, de ezek a fogalmak, amikbe szeretünk belekapaszkodni, mint fogalmakban. Egy picit okosabbnak érezzük magunkat, egy picit ettől még jobban elhisszük, hogy azok vagyunk, amik vagyunk, és akkor folytatjuk tovább újra meg újra a dolgot. Mondtam már. Szóval Peter Brooktól mindent, az Open Door-t is, légy szíves. Jó? Szenvedtetek és szenvedek, hogy az, hogy én szenvedtetek valakit, az nem múlik egy kicsit a másikon is, hogy ő szenvede attól, hogy én szenvedtetek. Dehogy nem. Akkor hol van a... A határ. Ha te itt vagy előttem, és én megütlek a bottal, az hogy történt? Túl közel voltál, ugye? Ez, erről szó. De attól még én ütöttelek meg a bottal, és te voltál túl közel, és ott üldögéltél gyanakodás nélkül, gyanútlanul, hogy ez még jól is elsülhet, de nem sült el jól. Hát mindenki lássa a saját szerepét. Mert különben az elkövető nem látja, hogy elkövető. Mert csak azt látja, hogy ő az áldozat. Az áldozat nem látja, hogy egy olyan helyzetet hozott létre, ahol valaki elkövetővé válhat. Itt hallottam egy nagyon érdekes történetet, hogy valakit azért megbüntettek, mert nyitva hagyta a kocsijának az ajtaját. Nem zárta be, be volt csukva, és nagyon sokáig záratlanul ott volt. És jött a rendőrség, és azt mondta, hogy ez a tolvajlás lehetőségének az elősegítése. Valós történet ebben az országban. Tehát, mivel te nyitva hagytad a kocsi ajtaját,
ezért olyan alkalmat teremtettél, amely szüli a torvajt. És hogyha megnézed, ez akármennyire is fordított logika, a mindennapi életben nagyon sokszor olyat mondunk, teszünk, úgy vagyunk jelen, hogy szinte várjuk, hogy valamit elkövessenek ellenünk, és akiben pedig az van, hogy várja az alkalmat, hogy valaki gyengének mutatkozzék, az abban a pillanatban páros lábba beleszáll, és el is követi. Zsák és foltja. Nyugodtan lehet kacagni. Ez nem az az előadás, ahol nem. Elkövető és áldozat. Ezek vonzzák egymást. Tehát azt nézd meg, hogyha szenvedtetsz, akkor te tényleg szenvedtetsz, aztán szenvedsz is, az később jön. Ha pedig szenvedsz, akkor kitől, mitől szenvedsz, és tisztázd le, hogy most éppen mi történik. Ez nagyon fontos. Ne a másiknak a karmájához ragaszkodj, hogy ja, hát éppen itt ült, hát miért ne üssem meg? Ugye? Hát az a te dolgod, hogy ülsz, vagy nem. Nem. Az a te dolgod, hogy megütöd-e vagy sem. Oké? Okay? Hát itt nagyon fontos, hogy mit látsz a szemeddel, mit hallasz a füleddel, ugye ez a zen alaptanítása, az, hogy mit érzel a szíveddel, és mit éreztetsz a másikkal. Mit gondolsz az elméddel, és mit hitetsz el a másikkal. Na, ez már nagyon felnőtt. És, hölgyeim és uraim, senki ne legyen se elkövető, se áldozat. Se alkalomteremtő, se tolvaj. Egyik sem jó. Egyik sem felnőtt. Egyik sem tiszta. A szenvedtetés okozatiságát legtöbbször, a szenvedés és szenvedtetés okozatiságát legtöbbször hajlamosak vagyunk felcserélni. Hogy én azért ütöttelek meg, mert te felidegesítettél, van a tipikus, amikor úgy kezdődött, hogy visszaütött. Tehát, hogyha nem látjuk, ez sokszor az van, hogy letermelünk vagy mi, vagy az át nem látott körülmények letermelnek bennünk egy energiát, és akkor annak keresünk mi egy szelepet, amin ezt leverjük, és akkor ráfogjuk arra a külső jelenségre, amit mi megtaláltunk, mint egy jogos szerepet, hogy azért volt. Közben meg fordítva van például egy gyakorlat során, ahol csend van, minden működik, mindennek megvan a maga helye, és amikor ott is észreveszed egyszer csak, hogy hirtelen, hogy például, hogy dühös vagy. Még csak okot sem tudsz találni rá, bár mindig lehet okot. Az, hogy egy picit hozzád ért a másik sétálás közben, és érzed, hogy hát agyonvernéd, hogy mennyire nem együttérző, hogy miért nem figyel oda, hogy miért lép egy picikét a lábadra, és mentél egy fél kört, és látod, hogy már belül valahol szétütötted. De észreveszed, hogy mikor jelenik meg ez az érzés. Nem kívülről jelenik meg, hanem belül. De a zenben ezért van egy konkrét, kézzelfogható gyakorlat, ami ilyenkor csak tér vissza mondjuk egy kérdéshez, hogy mi ez. És nyugodtan lásd ezt a dolgot, hogy dühös vagy, vagy szerelmes, vagy mi, és nézd meg, ahogy 5 perc alatt nem is emlékszel már rá, hogy ez az egész mi volt. Ha tartod a gyakorlatot. És nagyon szépen észre lehet venni, hogy ezek egyszerűen jönnek-mennek, és mi teremtjük őket. És akkor egy picit magaddal is belátóbb leszel, észreveszed ezt, nem azonnal reagálsz, amikor ugye valamiféle olyan szituáció teremtődik, és a másikkal is egy picit belátóbb leszel, hogy hát néha történnek ilyesmi. Ennek persze mindig megvan egy határa. És ezt, hogy a határt, hogy meddig tart az én felelősségem, hol kezdődik a másik felelőssége, hát ezt mondjuk egy gyakorlatát érdemes letisztázni, és akkor ahhoz tartani magad. Pillanatról pillanatra, mert ez általában változik. Ugye ideül, aztán egy picit tovább ül. Ugye, van az a vicc, amikor mondják a mozdonyvezetőnek, hogy hát most ugye, kín feküdt a sineken az orosz katona, és hát ő meg elkapta a mozdonykormányt, a vízbe, ez lehetséges, és az egész falut leterelte.
És mondták, hogy mi megértjük, hogy orosz katona, megértünk mindent, de hát inkább az a katona kellett volna, hogy áldozatul essen, mint az egész falu. Hát igen, igen, de utolsó pillanatban felugrott, és elkezdett a másik fele futni. Szóval így tesszük bele a körülményekre vetített projekcióinkba azt az akaratot, ami aztán ragaszkodunk, és hogy végigélhetünk egy életet úgy, hogy valamit, amit valamikor egyszer kiderítettünk, hogy na most ez igaz, ragaszkodunk hozzá. Ne tegyük pillanatról pillanatra, nézzük meg azt a szituációt lehetőleg tisztán, és úgy építsük, nem a szebb jövőt, a szebb jelent. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, ahogy azt nagyon sokszor láttuk, tiszta tudat, rendes ház. Ha rendes házat akarsz, legyen tiszta a tudatod. Én remélem azt, hogy a mai este ehhez hozzájárult. Nagyon megköszönöm Tündének és segítőinek a mai szervezést, Marti Barna Dara mesternek a közös tanítást, és azt a jelenlétet, amely tényleg egyedi a Székelyföldön, és remélem, hogy a sok-sok érdeklődő és intelligens szempárból gyakorlók lesznek, és együtt tudunk tenni azért, hogy ez a Föld egy tisztább hely, egy élhető valóság legyen. Köszönöm a figyelmet!